A hosszú és meleg ősz után most már nem csak a naptár, hanem az időjárás is jelzi a közelgő telet. Az autósok számára is tartogat tennivalókat ez az időszak, mivel nem mindegy, hogy milyen felszereltségű és milyen műszaki állapotban lévő gépkocsival várják a fagyosabb hónapokat. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság és a kormányhivatal közös rendezvényén a hagyományokhoz híven egy bevásárlóközpont parkolójában várták azokat, akik kíváncsiak voltak arra, hogyan készüljenek fel a téli közlekedésre. Az egyik módja az, hogy fejben felkészülünk rá, abban sajnos nem tudunk segíteni, illetve a másik része az, amikor gépjárműveket próbáljuk felkészíteni, vagy legalábbis leellenőrizni a felkészültséget a tél előtt. Ilyenkor mi kompletten átvizsgáljuk a gépjárműveket a kormányhivatal segítségével, tehát megnézzük a féket, hiszen az télen-nyáron nagyon fontos, viszont ami a téli sajátosság, az ugye a téli gumi, az ablaktörlő lapátok milyensége, a hűtőfolyadékok mennyisége, milyensége, a fékek, fékfolyadék milyensége. Tehát ez mind-mind összeadódva egy nagyon súlyos műszaki problémát okozhat, ami balesethez vezethet. Ezt próbáljuk elkerülni, és mikor itt vannak a gépjárművezetők, nyilván velük kommunikálunk, és próbáljuk felhívni a figyelmüket a biztonságos téli közlekedésre. Az átvizsgálásra érkező autósok között a visszatérők mellett olyan is volt, aki először vette igénybe az ingyenes szolgáltatást. Én kezdő sofőr vagyok, és mivel még nincsen tapasztalatom, meg nem régóta van autóm, ezért úgy gondoltam, hogy ártani nem árthat, hogyha egy biztonsági ellenőrzést elvégeznek. És ahogy kiderült, nem is volt felesleges eljönni, mert mondtak olyan információkat, amik hasznosak, és mindenképp meg fogom ezt fontolni, és megcsináltatni a javításokat. Magyarországon a használt autók átlagos életkora közel 15 év. A közlekedés biztonsági napon ezúttal kevés ilyenkorú gépkocsival találkoztak a szakemberek. A mai napon meglepő módon egész jó állapotú gépjárművek jöttek, és viszonylag fiatal gépjárművekkel találkozhattunk. A korábbi évek tapasztalata viszont az volt, hogy nagyon sok a régi idős autó. Nem tudjuk, hogy mi ennek most az oka. Vagy nem merik kihozni ezeket a gépjárműveket már, hogy mi ezt átvizsgáljuk és észrevegyük a hiányosságokat, vagy pedig annyira rendben vannak, hogy tudják azt, hogy nincs is szükség erre az átvizsgálásra, bár szerintem ez a kevésbé hihető ok. Én úgy gondolom, minden gépjárművet, hogyha közlekedünk vele, fel kell készíteni, és kortól függetlenül fel lehet készíteni és elő lehet készíteni egy téli közlekedésre. Ezt mi, ha meg tudjuk vizsgálni és idézőjelben áldásunkat tudjuk adni rá, akkor ennek örülünk, hiszen tudjuk, hogy az utakon biztonságos gépjárművek vannak. Szikszai Tihamér felhívta még a figyelmet a hólánc használatára, ami ugyan Magyarországon nem kötelező, de extrém időjárási körülmények között hasznos lehet, és Európa több országában is szükséges tartozik a téli időszakban.